Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban a Vízöntő jegyében születetteknél? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános orákel, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, mint például ezt a havi jóslást. A díjam 3500 forint. Mielőtt kezdeném a kártyákat elmagyarázni, szeretnék asztrológiailag is valamit hozzáfűzni. Február hónapban a Vízöntő jegyénél nagyon sok szerencse lesz. Minden életterületen. Megvannak az álmok, a vágyak, a remények, mindez elérhető, sőt már február hónapban is. De kell hozzá a hit. Higgy magadban, higgy abban, hogy mindaz, amit elképzelsz, az sikerülni fog, hiszen szerencsét lesz. Február 1-én új hold van. Az jelenti a visszahúzódást, a meditációt, mégpedig olyan témákról kellene elgondolkozni, hogy mik a céljaid, hogy tudnád ezt elérni, megvalósítani. Február 16-án telihold van, ami megvilágít valamit, mégpedig azt, hogy mi vagy ki áll a középpontban. Február 3-án Merkur bolygó megáll. Ezen a napon megállnak ugyanaz események, de utána Merkur bolygó előre halad, nálad is előre megy minden. Február 4-én a Nap és Szaturnusz bolygó együtt hat. A Nap megvilágít valamit, és Szaturnusz bolygó segít abban, hogy itt kialakuljanak a dolgok, holott Szaturnusz bolygó néha tanít bennünket, kihat a sors utunkra, előfordulhatnak még korlátozások, de javul a helyzet. És most megnézzük a kártyákat. Itt ez a felhő azt jelenti, hogy valami számodra átláthatatlan. Vagy vannak itt még titkok, mert valaki valamit eltitkol előled, ezt jelenthetik a könyvek is, hiszen ezek a könyvek be vannak zárva, és nem lehet látni, hogy mi van benne. Itt van ez az ostor, az azt jelenti, hogy valaki ostoroz téged, megbánt téged. Itt látható a ravasz róka, és az azt jelenti, valaki figyel feléd, és itt megvan ez a rossz indulat, ezek a hamisságok. Ez a hegy jelenti a problémákat. Itt lehet egy út, ami elkerüli ezeket a gondokat, tehát van egy kiút, de mégis látható itt a képen, hogy mennyire nehéz minden. Itt van ez az út, ez az élet, szakasz, a kövek, ezek jelenthetnek olyan dolgokat, ahol botladozol, tehát itt vannak a nehézségek. Viszont, ahogy mondtam, szerencsét lesz, hiszen februárban megoldódnak ezek a gondok, mert itt megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, hogy ott, ahol az egerek vannak, azok felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Tehát az egerek eltávolítják ezt a felhőt, olyan dolgokat, ami eddig számodra átláthatatlan volt. Itt megjelenik a virágcsokor, ez egy kellemes meglepetés, és itt van a szerencse, amire a csillagképek utalnak. Lehet, hogy itt tanulnod kellett ebből valamit, ezekből a helyzetekből, de várható ez a javulás. Az egerek eltávolítják ezt a kártyát, ezt az ostort, ami fájt eddig. Az egerek eltávolítják a köveket is. Sőt, itt látható ez a változás, ez a köves út átalakul egy virágos útra, ami itt a jövőt jelenti. Itt kivirágzik valami. Lehet, hogy nem februárban, hanem március elején, de te oda érkezel, ahova szeretnél, hiszen itt le tudsz gyökerezni. Erre utal ez a fa. Amit ez a fa még jelenthet, egy gyógyító erő, vagy egészségügyi témák. És itt ez a medve jelenti már az élet erődet. Légy magabiztos, vedd kezedbe ezt a kulcsot. Ezzel a kulcssal le lehet valamit zárni, mint például ezt a múltat, ezeket a fájdalmas emlékeket, és ezzel a kulcssal ki lehet nyitni valamit, és akkor itt lesznek új kapcsolatok, amire a gyűrűk utalnak, és itt látható a levegő eleme, ami szimbolizálja a kommunikációt, és ez által lesz itt egy változás, ami szerencsét hoz, hiszen itt van ez a 4 levelű lóhere. Mindez kihat a sors utadra, mert itt megjelenik az utak mellett ez a kereszt, ami utalhat vallási témákra, a hitedre, a belső erődre is, de jelenti azt is, amikor sorsutak kereszteződnek. Vagy azt is jelentheti, hogy mindketten, te és ő, elérkeztek az életutatokon most ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztuk azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, itt döntésekről lesz szó. Ha te egy férfi vagy, akkor megjelensz itt a képen. Ha egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. És ez a férfi megjelenik itt a gondolataidban. Érdekes, hogy mindketten itt a szélén vagytok ennél a kivetésnél, és eltekintetek a képek felől, és az azt jelenti, hogy jelen pillanatban nálad is, nála is minden olyan sok, olyan fáradtak, kimerültek vagytok, nem akartok nézni semmit, vagy nem akartok hallani semmiről, hanem a legszívesebben lezárnátok valamit, és el akartok rohanni a dolgok elől, pedig itt látható, hogy jó a kapcsolat kettőtök között, hiszen itt van ez a napsugár, az utal az ő kisugárzásodra, a te kisugárzásodra, és itt megvan kettőtök között a vonzalom. És az is fontos, amit el kell, hogy mondjak, hogy itt van melletted, tehát érezhető ez a közelség, érezhető ez a bizalom. Itt a halak jelentik az anyagiakat. Mivel itt van ez a torony, ez utalhat hivatalos dolgokra, vagy egy bírósági ügyre, és itt pénzügyi dolgokról van szó. Amit a halak még jelentenek, a belső értékek. Te vagy értékes számára, ő értékes számodra. A halak jelentik a lelki dolgokat is mély érzelmekkel, és pontosan az, ami itt összeköt benneteket. Itt a halak mellett látható ez a kígyó. Ez a kígyó utal változásokra, megújulásokra, van itt gyógyító erő. Lehet, hogy ez a hivatásod, a gyógyítás és ez a kisugárzás, ami utal arra, hogy itt sikered van, de jelenti az energiamezőt is. Energiával dolgozni, és a halak jelentik a bevétel, tehát itt pénz jön itt a házhoz. Amit ez a kígyó még jelenthet, egy nőd, és te kapcsolatban vagy ezzel a hölgyel. Ez a hölgy nyitott veled szemben, segít neked, Itt láthatóak a gyermekek, ami utalhat gyermekekre is, de az ártatlanságra, kicsit olyan naív, vagy utal arra, hogy itt van egy új kezdet, mint például egy új barátság, egy barátnő, aki segít neked, anyagilag is, az lehet egy közös tevékenység, egy közös munka is, és te megbízhatsz ebben a hölgyben. Itt tisztázódik valami, de utalhat arra is, hogy ez a hölgy, ahogy itt a nap mutatja, megbízható. Te megbízhatsz benne, nem csak a nap jelenti ezt, hanem itt ez az ártatlanság, ahogy itt a virágok ezt mutatják, és itt a szerencse, ez a kapcsolat, ez a barátság szerencsét hoz számodra. Ez lehet egy külföldi kapcsolat, hiszen ez a hajó utal utazásokra, külföldi kapcsolatokra. Itt van alatta ez a horgony, ami jelenti a munkát, a hivatást. Ez az ajtó itt kinyílik számodra, ezek a lehetőségek pénzhez jutni, vagy azt is jelentheti, hogy te veszel egy ingatlant külföldről, és ez a hölgy segít abban, hogy ezt meg tud oldani, különösen, ami az anyagiakat illeti. Itt ez a sarló elvág valamit, és kihat a munkahelyre, a hivatásra. Ez jelenthet egy munkahelyi változást. De ha megtörténik ez a döntés, itt ez az ajtó kinyílik számodra, tehát javul a munkahelyi helyzet. Nem csak a munkában lesz szerencséd, hanem a szerelmi élet területén is. Hiszen ott van melletted ez a férfi, ez a ház jelenthet egy közös otthont, vagy azt, hogy ez a férfi óv téged, és itt látható ez a szív, tehát ez a szerelem. De mielőtt ez kialakul kettőtök között, itt még valamit le kellene zárni, erre utal ez a sarló, és mivel ti eltekintetek a kártyák felől, ez azt jelenti, hogy jelenleg, vagy február hónapban még túl korai egy tartós párkapcsolatra számítani, márciustól jobban fognak alakulni a dolgok. És itt meg lesz a kapcsolat, sőt, ez a gyűrű azt is jelentheti, hogy lesz egy eljegyzés, vagy egy tervezés, egy házasságnak a tervezése. Itt a két kártya, a hold és a gyermekek utalhatnak egy gyermek születésére is, hiszen a hold szimbolizálja az anyai érzelmeket, és itt megjelennek a gyermekek, és a gyermekek alatt ott van ez a virág, ami szimbolizálja a szexuális kapcsolatot is, tehát itt megvan ez a vonzalom, ez a testi közeledés. Én összefoglalnám, hogy mi várható februárban. Itt voltak problémák, nehézségek, erre utalnak itt ezek a kártyák, a felhő, vagy ez az ostor. Itt a kövek, a hamiság, a problémák, ezek a titkok, de az egerek mindezt eltávolítják, akkor is, ha jelenleg még valami olyan nehéz, mégis megvan a vonzalom kettőtök között, ez a lelki kapcsolat. Itt van egy jóindulatú nő a háttérben, segít mindenben, a nehézségek elmúlnak, kisüt itt a nap a szerelmet illetően, az otthont, a családot illetően, és javul az anyagi helyzet. Itt ezek az utak, ami a múltban nehéz volt, átalakul, és a jövő. Itt ez a kártya jelenti, itt kivirágzik valami, úgy márciustól kezdve. Itt ez a fa jelenti a biztonságot, hiszen oda érkezel, ahol szeretnél legyökerezni, ez ad számodra életerőt, megvan a magabiztonság, kihat a sors útra, itt lesz egy jó hír, folyamodnak az események, itt lesz mozgás, lesznek változások, különösen, ami a külföldi kapcsolatokat illeti, vagy a munkát, a hivatást illeti, és itt lesz változás a szerelmi élet területén, itt látható ez a közös otthon, sőt, itt ezen az életúton, ami a jövőt szimbolizálja, megjelennek a gyűrűk, ami egy házasságot jelenthet. És ez volt a havi jóslás, kívánok neked egy szép napot, és egy szép február hónapot, nagyon sok szeretettel, Dendera!